Románia becsült lakosságának 95,4%-át sikerült nyilvántartásba venni a vasárnap zárult népszámlálás során, derül ki az Országos Statisztikai Intézet közleményéből. A jelentős magyarsággal rendelkező megyék közül Szilágy megyében több személyi kérdőívet regisztráltak, mint a Statisztikai Intézet által becsült lakosságszám. 2021. december 1-ére 19.200.000-re becsülték az ország lakosságát. A július 31-én lejáró cenzus első közölt eredményei alapján az ország mindegy 18.150.000 állampolgárát sikerült megszámlálni. Ez viszonylag jó eredmény, sőt meglepő, hogy az utolsó héten ilyen nagy arányba sikerült mozgósítani azokat, akik nem vettek részt addig a cenzuson. Mondta híradónk érdeklődésére Barna Gergő, a népszámlálás.ro kampány koordinátora. A magyar lakossággal rendelkező megyék megoszlása azonban eltérő. A bánsági, partiumi és erdélyi megyék közül Besztercenaszód megye teljesített a legjobban 106,8%-kal, a következő Szilágy megye 100,8%-kal. A 100% feletti eredmény vélhetően a külföldön élő román állampolgárok máig nem ismert számával függ össze. Őket követi a sorban Kovászna megye 99,5%-kal, tájékoztatott Barna Gergő. Viszont a többi Erdély megyében ez alacsonyabb ez a mutató, tehát nem sikerült a becsült lakosságot, a feltételezett lakosságot összeírni. Szatmár megyében a 97%, Biharban hasonló, Hargitában 96%-át sikerült, Marosban csak 94%-ot, Kolozsban és Brassóban pedig 93%-át sikerült megszámolják ennek a feltételezett lakosságnak. A személyes lekérdezés szakaszát követően a hiányzó adatokat beemelik a statisztikából. A decemberig tartó háttérmunka során nem csak a még meg nem számolt személyek kerülnek be az adatbázisba, hanem megtörténik az adatbázis letisztítása is. A duplumok, az érvénytelen kérdőívek kiszűrése, a hiányzó adatok kiegészítése, magyarázta a szakember. Az első eredményeket évvégén ismertetik, a végleges eredmények 2023 végére várhatók, hangsúlyozta a kampánykoordinátor. Ez az első népszámlálás Romániában, mely teljesen digitálisan zajlott, ugyanakkor a 13. cenzus az ország történetében, illetve a 4. összeírás az 1989-es rendszerváltás óta.